Újra megnyitott a turisztikai információs iroda Pakson a Szent István téren. A hely kiválasztásánál a törekvés az volt, hogy az iroda az óvárosban, a történelmi városközpontban maradjon. Az önkormányzat megvásárolta itt a szomszédságban található bazársoron három üzlethelyiséget, és majd ott szeretnénk a végleges helyét kialakítani a turisztikai információs irodának, átmenetileg pedig itt kap helyet az iroda. Paks már a két világháború között felkapott turisztikai hely volt. Egy akkor megjelent kiadvány kiránduló, üdülő, szórakozó helyként emlegeti a kisvárost. Csábította Pestről, meg vidékről is az embereket a túlsó félen lévő bársonyos homokstrand, ezen a felén pedig volt itt a gesztenyi sor alatt egy kétmedencés kosaras uszoda 1926-tól, ami szintén a nyáron egy üdülő helyként funkcionált a helyieknek. Itt a városközpontban pedig még Rosenbaum Ignác könyvkereskedő egy könyvtárat is működtetett. Az iroda célja megszólítani minden korosztályt, megismertetni a város szépségeit a turistákkal és a helyiekkel. Ezt a feladatot a turisztikai városmarketing és kommunikációs csoporttal közösen végzik el. Ezen túl szeretnék elérni, hogy a város, illetve az iroda hivatal oldalai új lendületet kapjanak.